Jó estét kívánok! Nagyon ravasz lesz az első kérdés, hogy mi a legfontosabb intézkedés, ami megtörtént 2010 óta a sportterületén? Hát nagyon nehéz ezt egységesen meghatározni. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy prioritássá vált. Minden kormány megszokott szokott határozni, mikor indul prioritásokat, például 2002-ben az informatikát, ez a kormányzat a sportot tette ilyen stratégiai ágazattá, és hát ebből következnek aztán a, a rész intézkedések is. Akkor egyértelműen kijelenthetjük, hogy a legfontosabb az a sport számára egy pozitív lépés. Hát a sport számára mindenképpen. És én úgy gondolom, hogy minden kormánynak joga van meghatározni, hogy milyen prioritásokat tűz maga elé. Lehetett volna mást is, lehetett volna az egészségügyet, lehetett volna az oktatást. Ez a kormányzat ezt emelte ki prioritásként. Ami pedig a sport oldaláról nézzük, Tulajdonképpen ez egy kicsit kárpótlás is, mert az előző 15-20 évben azért a sport nagyon visszaszorult. Ugye az állami áll amatőrizmus megszűnt, a privatizáció következtében sportlétesítmények sora szűnt meg, és körülbelül a költségvetésnek az egész költségvetésnek kevesebb, mint 1 százaléka, 0,2 százaléka jutott a sportra, miközben a fejlettebb nyugat-európai országban ez általában a költségvetés 1 százaléka szokott lenni. Hát tulajdonképpen ez lett helyreállítva, hogy úgy mondjam. Hát persze egy kicsit túlzásokkal, mert aztán a 1 ot túlléptük, de alapvetően úgy gondolom, hogy az alapirány az elismerhető hogyha meghatároz a kormány egy prioritást, és akkor ahhoz tartja is magát, akkor rögtön felmerül az a lehetőség, hogy erre a területre rátelepszik-e, vagy pedig hagyja saját magát ezt a területet mondjuk kibontakozni, és az önálló gondolatok alapján fejlődni. Ebben a tekintetben viszont nem biztos, hogy egyértelműen jó az irány. Én Legalábbis az ön tanulmányai alapján. Igaza van, Hát ugye az, az, alaptörekvés az volt, hogy azért ne nagyon telepedjen rá maga az állam, hanem ezért lett a Magyar Olimpiai Bizottság, amely ugye nem állami szerv, hanem köz, félig civil, félig közt, mert köztestületi jogállásban van, és a korábbi minisztérium jogosítványok jelentős része a Magyar Olimpiai Bizottsághoz lett telepítve. Tehát... Ez nagyszerű, de ezt a civil köztestületet, mégiscsak egy politikus vezetés Elég sok politikus fordul meg a környékén, hát, igen. olyan, mintha egy kiszervezett minisztérium lenne. Jó, hát ez azért mondjuk egy kicsit túlzás, hogy kiszervezett minisztérium. Sőt, én úgy gondolom, hogy önmagában túlzás, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságban mindent bevittek a szabadidős sportot, a fogyatékosok sportját, a egyetemi sportot, mert a Magyar Olimpiai Bizottság klasszikusan ugye az olimpiai élsportnak a szerve. A nevében is benne van. Nevében is benne van. Na persze vannak ilyen megoldások, mint a magyar, például az olasz eléggé közel áll hozzá. Tehát tulajdonképpen önnek igaza van, bár érvényesül az az elf, hogy aki ugye fizet, az rendeli a muzsikát. Én is úgy gondolom, hogy a sport elsősorban civil dolog, és arra az államnak túlzottan rátelepedni nem szabad. Ami a másik részét illeti a dolognak, a politikusoknak a sportban való jelentősebb részvétele. Ez azért sok helyen megfigyelhető, és én úgy gondolom, hogy itt is önmagában persze ez nem kifogásolható. Hát korábban is, ugye például a Békési László, ugye pénzügyminiszterként az Atlétikai Szövetség elnöke volt, vagy veszem a saját esetemet, én amikor a Jégkorok Szövetség elnöke lettem, igazságminiszter helyettes voltam. Tehát ezek a dolgok azért ö, ö, vele járnak, és nemzetközileg is így van. Más kérdés, és ez benne volt az ön kérdésébe, hogy itt is túlzások történtek. Nekem van egy ilyen könyvem, ennek az a címe általában a kormányzásról, hogy, hogy túlzás kormányzás. Itt is túlzás, tehát túlzott már a, a szerepe. Az a jó, ha körülbelül ugye egy hármas egység van. Jelentős, régi sportemberek, mondjuk kemény Dénes, ugye a a vízilabdában, jelentős gazdasági szakemberek, ugye Pilar Sándor a labdarúgásnál, és természetesen politikusok is. Itt ez most nálunk túlzottan eltolódott a politika felé. Persze ez egy kicsit a sport sugalmazta, mert a sportemberek kerestek olyanokat, akikről feltételezték, hogy pénzt tudnak ugye, hozni. A politikának szerintem ebben a kérdésben nagyobb önmegtartóztatást kellene tanúsítania. Az, hogy a politikusokon keresztül reméltek pénzt Igen. a különböző sportágak, az azt is mutatja, hogy itt a pénzelosztás az nem ideálisan történik. Tehát egy jó rendszerben talán mondhatnánk azt, hogy az üzleti szféra az, amely a legtöbb pénzt hozza bizonyos sportágakba, főleg az elit sportba. Itt viszont mintha nálunk ez nem így lenne. Igen, ez, ez így van, ahogyan mondja. Alapvetően azért a fejlett államokban úgy van, hogy a, a, profi élsportot alapvetően az üzleti szféra ugye, tartja el, a háztartásoknak jelentős a szerepe a gyerek sportban, és ezt támogatja meg az állam. Ugyanakkor azonban azt is látni kell, hogy a, volt a szocializmusból átjövő országban ezt egyelőre nagyon nehéz biztosítani, tehát ezt a hármas egységet valamikor meg kell teremteni, és az állami támogatást arra kéne erősebben irányítani, hogy ez, amiről ön beszél, valamikor létrejöjjön. De e átalában... felé történtek lépések? Márcsa? Történtek lépések ebbe az irányba? Én úgy gondolom, hogy nem kellő mértékben történtek erre lépések, és itt két aránytalanság van én szerintem. Az egyik, hogy még mindig a nyári olimpia-centrizmus, hát ezt rosszkor mondom, pont Rio előtt, tehát azért nálunk nagyon erősen az olimpiai sportágak előtérve vannak, Szemben a szabadidő sporttal. Nyugat-Európában általában a szabadidő sport kapja az állami támogatásnak 70%-át és csak 30, nálunk ez fordítva van. Tehát ezen az arányos változtatni kell. Szerintem a másik, amin majd az olimpia után el kell gondolkodni, hogy egyre népszerűbb nem olimpiai sporták vannak. Tehát az olimpiai sporták, nem olimpiai sportáknak a viszonyában is szerintem a finanszírozást érdemes lenne megváltoztatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen igenis érdemes gondolkozni, és egy viszonylag a... gyengébb olimpiai szereplés lehet, hogy segítene rajta? Hát én azt hiszem, hogy ezt nem én vagyok, ugye én nem vagyok sportszakember, tehát én nem tudom megítélni, hogy az gyengébb lesz vagy nem lesz. Ugye az a helyzet, hogy, hogy Londonban nagyon jól sikerült. Előtte ugye Pekingben nagyon rosszul sikerült, hát majd meglátjuk. Egyelőre valóban nem túl biztató, főleg a csapatsportágakban a, a helyzet, de hát azt majd gondolom az olimpia után kell értékelni. Én viszont úgy gondolom, hogy az olimpia után például a finanszírozás arányaiban változást kéne elérni, és én úgy gondolom, hogy a, a Magyar Olimpiai Bizottságnak az erejét alapvetően az olimpiára, illetve a paralimpiára, mert ugye a kettő ma már csak együtt. Rendezhető, tehát ha mi komolyan gondoljuk a Budapesti Olimpiát, akkor a mobnak alapvetően ebben kéne foglalkozni, és megfontolandó a jelenlegi felállásban a, a mobnak a szerepe a többi területen, tehát egyetemi főiskolai sport, utánpótlás, szabadidős sport, fogyatékos sportja, hogy nem lenne észszerűbb ezt egy másik köztestületben szervezni. Egy hát, másik köztestület, vagy többet is el tudnak képzelni? Nem lenne az, szóval hogy az meg túlzás volt, ugye, amire ön utal az, hogy 2015 egy csomó önálló köztestület volt, az meg szétesett. Hát ezt én tudom a legjobban, mert azért csinálták a Nemzeti Sporttanácsot, aminek én az elnöke voltam, hogy ezt koordinálja. Nem tudtam. Tehát ez nagyon nehéz. Én úgy gondolom, hogy kettő köztestület bőségesen elég. Most azonban a mobban az olimpiai sportágok kimagasló fölényben vannak. Ha megnézi a mobnak a közgyűlését, amely ugye igen terjedelmes, 200 40 körül emberből áll, azok túlnyomó részt az olimpiai élsportnak az emberei, tehát én úgy gondolom, hogy a szabadidősporta sokkal többet kéne fordítani. Ebből egyébként a profi sport is hasznosíthat, mert azáltal, hogy erősödik a gyereksport, szabadidősport, az egy bizonyos mértéke aztán később át fog áramlani az élsportba, de hát én úgy gondolom, hogy ez majd az olimpia után kell megfontolni, és ugyancsak az olimpia után kell megfontolni bizonyos más sporttal kapcsolatos, esetleg sporttörvényi lépéseket is. Milyenek lennének ezek a lépések hát, közben a Hát egyszer már utaltam rá, hogy esetlegesen a sportállamtitkárság hatásköreit erősíteni, és a mob esetében arra koncentrálni a mob erejét, amire igazán rátermett, tehát olimpia, paralimpia. Ez egyik, amit én ez Úgy a szervezeti gondolom, változás. Ez szerveti változás, de ez érinti a finanszírozás rendjét is. A másik ugye, hogy a beérkező állami pénznek nagyobb részét kéne szabadidős sportra utánpótlásra. ez, ez, ez egyik része. A másik pedig, amit én fontosnak tartok, mert ezt többen vitatják, tehát én itt nem nagy igazságokat mondok, hogy az államatőrizmusnak a maradványaival kellene szembenézni, mert ez táplálja a sport szerintem túlzott szürke gazdaságát, mi ez az az államatőrizmus? Hát államatőrizmus az, hogy ugye a sporttörvény eléggé világosan szétválasztja az amatőrt és a hivatásost. Ennek ellenére azért a csapat sportákban sikerült ezt rendezni, mert ott ugye munkaviszony van, tehát egy labdarúgónál, kosárlabdázónál munkaviszony van. Az egyéni sportágokban, atlétika, húszás, ez teljesen rendezetlen, ezt a hosszú katinka ügy jól mutatja, mert a hosszú katinkanál kiválóbb, professzionista sportolót keveset láttam életemben. Azt nem mondja neki, de az, hogy a de az a gyári munkásként kapja az a az a sanda nem tudom, mert nem rendelkezek erre adatokkal, de az a sanda hogy ő a versenyengedélye szempontjából amatőr. És a jogi amatőrség és a profi közgazdasági háttér ütközik egymással, és a problémának talán ez lett az egyik oka. Én úgy gondolom, hogy nem helyes, hogy egy amatőrnek is licence van, ez egy hungarikum, nem helyes, ha egy amatőrnek játékjoga van, bár a törvény kimondja, hogy nem kapat érte pénzt, de hát a játékok önmagába serkenti őt, hogy azért még valamilyen formában csak kapjon, és végképp helytelen, hogy amatőr szerződéses sportoló lehet. A nyugati besorlásban, akinek szerződése van, az profinak számít. Ezt mi is érzékeljük, amikor mondjuk egy magyar fiatal labdarúgó az angol labbajnokságba akar uh, szerződni, mert itthon uh, elvárják tőle, hogy amatőrként, utánpótlás uh, versenyzőként is legyen sportszerződése, de ebben a pillanatban nyugati szemléletmódban rögtön profi lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a problémát Rendezni kéne, mert ez sok káros jelenségnek az alapja. Az állami sportfinanszírozással kezdtük, és ennek az aránytalanságáról beszéltünk is. Nem tudom most így egyből, de ön nyilván elmondja, hogy a Tao-t azt ebbe sorolja-e. Ugye a Tao-ról azt szokták sokan mondani, hogy az végül is cégek által adott pénz, tehát akár úgy is tekinthetünk rá, mint egyfajta üzleti finanszírozási formát, ugyanakkor viszont a költségvetésbe csorogna be, ha nem adnák oda ezt a pénzt a sportra, ilyen szempontból állami pénz. Nem, minden szempontból állami pénz szerint. Minden szempontból. Mert hiszen ő az adóját nem fizeti be a központi költségvetésbe, és az adóját adja oda, a, ami hiányzik az állami költségvetésből, tehát ez legalábbis közvetetten mindenképpen állami pénz. Én úgy gondolom a tao kapcsolatban is, vagy azt mondanám, hogy túlzás. Tudja, a nagyon kevés pénz is rossz, de a nagyon sok pénz is rossz. Tehát először is én úgy gondolom, hogy a tau maximálni kéne. Tehát nem szabadna ilyen mértékű tau lenni, mert ez, ez pazarlásra ösztönöz. Például az én hiányos alataim szerint, mióta tau van, azóta a tauban részesülő öt sportágnál a administratív működési költségek jelentősen emelkedtek. Közben a kedves nézők egyébként pont az, az öt látvány sportágra fordított TAU támogatás összegét ez, látják. Ez szerintem túl sok, viszont a másik része az, hogy azért a tau szükség van. Tehát az a TAU-nak lenne olyan szerepe, amit ön mondott, hogy azért a vállalatokat az üzleti sport felé ösztönözze. Talán az volt a hiba, amit részben korrigáltak is, hogy egy jelentős adókedvezményt is kapott az a vállalat, aki ugye TAO-t biztosított, ezt közben azért csökkentették, de itt összekeveredik, és sajnos a TAO miatt jelentős mértékben csökkent a sportsponzoráció. Én úgy gondolom, hogy a tao mindenképp át kell alakítani, mert nyilván ön is tudja, hogy ezen dolgoznak most, lévén, hogy a jelenlegi TAO 2017 nyarán lejár. Na most igen, egy, kiölt, új, egy újabb formája is, ugye ez hát a TAO? Igen, csak a tao mindenképpen az Európai Unió szerveivel engedélyeztetni kell, ugye a jóváhagyás 2017-ig folyt, és az Európai Uniónak szerintem nagyon helyesen alapvető elve az, hogy nem lehet az államnak a profi sportot finanszíroznia. Tehát csak amatőr, illetve utánpótlás sportot lehet finanszírozni. Elvileg a TAO az arra is van, hogy az utánpótlásra van, Na, itt, itt először is meg kell szüntetni az ezzel kapcsolatos különböző visszaéléseket mert azért vannak. Tehát például azt csinálni, hogy beállítom a profi játékost, aki mondjuk 30, 32 éves, egy nagyon alacsony munkabérre, és a TAO-ból fizetek neki, mint utánpótlás edzőnek egy csillagászati összeget. Tehát ezeket egyrészt meg lehet hozni. Kettő azért a TAO-ra rátelepült egy tao szerző réteg, közvetítő réteg. Itt azért én úgy gondolom, hogy, hogy bár nyilván ezt bizonyítani kellene, azért itt pénzmosási, korrupciós jelenségek is vannak, amelyek azért ugye nem zörög arra, ha nem fúj a szél. Ezt meg kéne előzni, és ezért én úgy gondolom, tehát itt sok ötlet van, mert jelen pillanatban ugye előkészítési folyamat vagyunk. Én úgy gondolom, hogy a vállalatoknak meg kéne jelölniük a sportágat, amit támogatni kívánnak, és ennek egy állami alapba kéne mert ez állami pénz. Magyarországon akkor központilag lehetne elosztani a pénzt, nem, és pontosan azokra hát a helyekre. Pontilag? Nem központilag, hanem a pénzt a vállalatok egy állami alapba fizetnék be, és megmondaná, hogy mit kíván támogatni, kézi labdát, vízi labdát, stb. Utána volt, itt jönne és a második lépés, ami már decentralizált, hogy ez a pénz kikerülne a szövetségekhez. Ugye a szövetségek azok, azok tisztán civil szervezetek azok nem politikai kö vezetőkkel, kell, Politikai vezetőkkel a legtöbbször. van politikai vezető. Hát én a saját sportágamról beszélek, azért Kovács Csaba, a Jégkorong Szövetség elnöke, Alika Iszám, hogy politikai vezető. Igen, a, a íres, majd a beszéljünk. labdánál a... Alika hogy politikai vezető. akar, tehetünk egy kis kitérőt. Hát öt van. Öt van. Ugye, de sokan azt mondják, hogy a de ön is. által kedvelt szövetségnél, a Jégkorong Szövetségnél nem volt véletlen az, hogy Német Miklós lemondott mert hogy őt, hát, őt ugye mikros, ős, ős, őt, a ő Simicska Lajoshoz szerint Német kötötték. egy, egy útépítő vállalat vezérigazgatója volt, kérdők ember, a közgépén volt, a közén hatalmas pénzeket tett be a és ő lett a, az elnök. Hát az OTP is jelentős pénzeket tesz be a labdarúgásba, tehát a öt taos sporták közül én úgy gondolom, hogy háromnál van nem politikus vezető, és kettőnél van, a kettő közül az egyiknél azért egy nagyon híres válogatott kosárlabdázó áll az élen, aki ráadásul polgármester is, tehát én őt sem tartalmám tisztán politikusnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez csak az én javaslatom, hogy a pénz folyjon be egy állami alapba, mert ez állami pénz. Ezt követően kerüljön ki a szövetségekhez, és a szövetségek osszák szét lehetőség szerint demokratikusan, a közgyűlés által, és ebben az esetben azért ezek a kirívó ilyen szürke gazdasági visszaélési jelenségek jelentős mértékben megfoghatók lennének. Azért nem véletlen, hogy a TAO pénzek ellenőrzését most sem a MOB, hanem a sportminisztérium végzi. És, és ehhez hozzátenném, hogy ebben az esetben az én javaslatom szerint szétválna az állami pénz és a sponzoráció. Mert ugye a vállalatok a saját adózott pénzüket adnák, az költségvetési pénz, és a saját pénzükből pedig azt sponzorálnának, amit akarnak. Ugye ez a TAO ráadásul erre az öt csapatsportágra vonatkozik, amiből én nem egészen világos előttem, hogy a röplabda miért maradt ki, mert a röplabda azért igen, egyértelműen... hát a látványsportágoknak hívják ugye ezt az ötöt, miközben a világon a röplabdát tartják az egyik leglátványosabb hát az is egy csapatsportág. hát jó, ez a látványsportág egy kicsit, kicsit torzít, mert azért a tenisz, vagy a boxis Most ugye jelen pillanatban a sportfinanszírozás azon az alapon áll, hogy egyszer van ez a tao sportágak, a látvány csapat sportágak, ugye? Aztán vannak a kiemelt sportágak, szerintem itt is egy kicsit túlzás van, mert azért nem kéne 16-an, azt hiszem. Igen. Na, és aztán vannak ezek a felzárkózni kívánó sportágak. Én úgy gondolom, hogy még mindig kevesebb jut a nem olimpiai sportákra, mint amennyit kellene, mert ezek nagyon népszerű sporták. Technikai sportágak, ha, yeah, különböző harcművészeti ágak, vagy ahogy szokták mondani, extrém sportágak, sőt, újabban a kocsmasportok. sportok. Nézze meg, hogy ezek egyet gyakorlatilag. Desek. A Taurát térjük picit vissza, Érem. mert itt említette, hogy a szürke gazdaságban igen, igen, igen. hajló dolgok történnek olyan folyamatokat lehet tapasztalni, és most már azért egy-egy sportszervezet szövetség is megemlíti ezt, holott sokáig ugye például a Transparency International korrupciós jelentéseinél még tagadták ezt, de legutóbb például a Kézilabda Szövetség, amikor a két válogatott elbukott az olimpiai selejtezőben, akkor az egyik pontjában ezt határozta meg, hogy jó lenne, hogyha a TAO pénzekből minél több fordítódna az utánpótlásra. Ez alátámasztja hát azt, van. amit csak arra lehet mond. Le... Igen, ezért furcsa ez a megjegyzés, mert ugye elvileg csak hát arra ilyen, lenne? Ez én azt hiszem nem furcsa, hát a, a, a mi nálunk a jégkorak sportban is történt olyan eset, ami miatt büntető eljárás van folyamatban, az újságok is megírták, hogy van ilyen. Tehát a jelenlegi szabályzás nem zárja ki, teljesen kizárni persze a korrupciót semmiből nem lehet. De azért be kéne tenni fékeket, és én betennék fékeket az administratív költségeknek a emelkedése tekintetében is. Hát az administratív működési költségek egy nyugati szövetségnél, vagy egy nyugati nagy sportegyesületnél 5% alatt van. És nálunk viszont ez most a TAO következtében 15%-ra is fölment egyes szövetségeknél nagy sport Egyesületnek mi? Ami nem helyes. Be lehetne tenni a szabályzatba. Ez azt Egy... jelenti, hogy fizetésekre költik hát, ezeket több a pénzeket? Van. Több hát alkalmazott hát több alkalmazottat vesznek fel, azon kívül hát a személy jövedelmek is szerintem irreálisan növekedtek. Alapvetően ezt a pénzt két dologra kell fordítani szerintem a gyerekre, az utánpótlásra, az amatőrre, a sportra, és ezzel kapcsolatos sportlétesítményekre. Mert önmagában nem baj, ha egy sportlétesítményt finanszíroznak ebben, de az legyen alapvetően az utánpótlásé. Tehát... Említette most a korrupciónak egy bizonyos szintjét ez a, hogy mondjam, ez a hétköznapi munkás sportolók, sportvezetők szintje. Ugyanakkor azt mondják, hogy nem ez a legnagyobb probléma, hanem az a nagy számokból is Látszik, hogy a pénzek elég furcsán kerülnek bizonyos helyekre. Ezt helyekére. oldaná meg, ez az de állami ugye, alap. Vannak nekünk táblázataink erről, például vannak ö, politikainak motiváltnak tűnő, ö, nagy pénzt kapó klubok, amelyek mondjuk a TAO-ból kapnak pénzt. Ugye a legtöbbet felcsút kapja a Puskás Akadémia, ez eleve sokak számára furcsa, de vannak ennél is visszatetsző esetek, mondjuk itt egy pont egy táblán láthatják is, hogy például a Kisvárdának a TAO felhasználási lehetősége, az meg sokszorozódott akkor, amikor miniszternek neveztek ki egy ottani erős embert. Hát ilyesmi előfordul, nem mind a helyes lenne, de ezek azok a túlzások, amelyeket véleményem szerint kellő Ez finoman túlzásnak hívja, de hát ez azért hívom, nagyon erős túlzás. Én annak hívom, hol erősebb, hol kevésbé erős. Hát azért Berlusconi mester is azért foglalkozott egy kicsit a miniszterelnök korában a Milánnal, úgy, úgy emlékszem. És azért mondhatnék más eseteket is. Hát Most nem énepelte pont a hétvégén a 30. összeköltözését a, a Milán csapatával. Tehát Igen, ilyen, ilyen van. Nem helyes. Tehát én úgy gondolom, hogy ifjúsági stadion az, az miért ne Utánpótlás miért ne fényűzés, pazarlás, felesleges a politikai eszközként használása a sportnak, az helytelen. Többször is olyan dolgokat mond, amiből lehet, hogy általános következtetés is le lehet vonni, én megpróbálok. Tehát olyan, mint hogy egy picit a sportágak finanszírozásánál is, vagy sportfinanszírozásnál összességében fölülről indulna a finanszírozás, tehát az élsport, a élsportolók kapnák a pénz nagy részét, az alsó rész kevesebbet, ahonnan építkezni kellene, és mintha a sportlétesítményeknél is úgy lenne, hogy a csúcs létesítmények épülnek, ugyanakkor alul meg az iskolai tornatermek, a mindennapos testneveléshez szükséges tornatermek, illetve az utánpótlásport hát számára én... használtok, nem? Igaza van, ezt az, amit én előbb mondtam, hogy sokkal több pénz kéne a szabadidős sportra, a szabadidős sportot szolgáló sportlétesítményre, és nem feltétlenül szükséges minden kisvárosban stadion. Tehát ez megint az arányoknak a kérdése, önnek igaza van, ezt felül kell vizsgálni, és sokkal többet a kell... A tetejét építik, és nem az alját. Na jó, de ez adódik a magyar sportnak az örökölt élsport centrizmusából, olimpia centrizmusából. Hát azért az olimpiai bajnokság az, ami, ami húzóerő, ami a gyerekeket is elindítja. Tehát itt arányok kérdéséről van szó. Nyilvánvalóan az élsport, ugye, a nemzeti imást növeli, az ifjúság szempontjából sem közömbös, az egész ország ugye ki fog venni a szabadságot, és két hétig Riót fogja nézni. Ez az egyik oldal. De a másik oldal, amit ön mond, és helyesen mondja, hogy azért alulra is. Ha megnézi például a labdarúgásnál, ugye itt is vannak kirívó példák, amelyek, amelyeket én nem tartok helyesnek. De hát azért a Magyar Labdarúgó Szövetség rengeteg Kis műfűves pályát épített. Azért. Tehát azért nem. Vagy ne az én sportágamat, a jégkorongot. Hát irgalmatlan sok jégpálya épült, ahol semmifajta érsport nincs. Kaposváron nincs érsport, Zalaegerszegben nincs érsport, a gyerekek korcsolyáznak. Nézle meg Pesten is sorra jöttek létre ezek a dolgok. Tehát igenis, ezt kell erősíteni és csökkenteni az érsportcentrészt. Most ebben önnek igaza van. És ugye a testnevelési is egyetemi esetében is mondom, hogy azért, ha mindennapos testnevelést akarunk, akkor azért a testnevelő tanárképzést azt, azt nyilvánvalóan fejleszteni kell, meg az edzőképzést is fejleszteni kell, és ha mondjuk lehet egyetem a... Ez is úgy tűnik, mintha fordítva történt volna. Tehát először kitalálták ugye a mindennapos testnevelést, de a TAU támogatást is az utánpótlás csapatok számára, így egyre többen sportolnak gyerekek egyesületben, ugyanakkor az edzőképzés az később indul el nagy létszámban, tehát mintha nem is lenne meg a megfelelő létszámú szakembergárda az, edzőképzés elég elhanyagolt volt, de most már azért nem az. Tehát ha megnézi például akár a Magyar Labdarúgó Szövetség, akár más mondjuk a kézilabdába az edzőképzés fejlesztését, és hát a testnevelési egyetemnek, a szakegyetemnek a létrehozatala, ugye egy, az, azt próbálja sugalni, hogy sokkal többet, tehát a testes egyetemen is én most tevékenykedek ilyen tanácsadóként, és hát mind, minden erőt arra kell befektetni, hogy igenis legyen egy sokkal jobb testnevelő tanárképzés, sokkal jobb edzésképzés, megpróbáljuk ugye a társadalom tudományi részét felfejleszteni a testnevelési egyetemnek, mert ha már van ennyi pénz, azt ne pazaroljuk el. Tehát akkor az a nemzeti vagyonba menjen bele mit szólt a TAO 2 -höz? egyszer már megemlítettem, de ugye arról volt szó első körben, hogy a felépítendő sportlétesítmények azok képesek lesznek a saját maguk finanszírozására hosszabb távon, el fogják tartani magukat, ugye a futballstadionoknál egyértelműen kiderült, hogy a nézőszám ehhez Egyelőre nagyon nem megfelelő, és nincsen megfelelő fizetőképes kereslet arra se, hogy minden létesítmény meg koncertekkel egészítsék ki a bevételeket. És úgy tűnik, hogy a tau 2 ennek a beismerése, hiszen itt a pénzek egy jelentős részét arra lehet nyerni és fordítani, hogy a már megépült létesítményt el tudja tartani, megint csak áttételesen állami pénzből. Hát ugye, a, az ugye, a TAO 2 még nincs. Ugye ez, ennek a, ez a terv, a, de jó, de hát nem, ez még nem terv, rengeteg ötlet már egyébként van, hát ez az, amivel a Dénes Ferenc barátom együtt annak idején, mikor indult, próbáltuk figyelmeztetni a döntőshozókat, hogy ezeket a létesítményeket fenn is kell tartani. Tehát az üzemeltetés, az eleve ugye kérdéses volt, hogy az üzemeltetése mi van, és amennyiben a TAU 2-nél persze nem a reprezentatív stadionoknál, hanem az ilyen utánpótlás sportlétesítményeknél benne lesz az, hogy üzemeltetés fejlesztésére is lehet fordítani, az a én egyetértek. Tehát igenis, ha már van a, a, a létesítmény, akkor azt önfenntartóan, vagy legalábbis az önfenntartáshoz közelítő módon kell működtetni, és ebben szerintem az önkormányzatoknak Sokkal nagyobb szerepének kellene lennie. Persze ez összefügg azzal, hogy az önkormányzati finanszírozás nagyon gyenge, tehát az önkormányzatnak nem nagyon van erre sok helyen eszköze, de tulajdonképpen ez is egy korrigációs tényező. Tehát én úgy gondolom, hogy az alapvető irány az nem volt helytelen. Az alapvető irány az helyes volt, ezen belül azonban az arányok meghatározása, a javítani való. Tehát ezt meg kell változtatni, a pazarlást meg kell szüntetni, a felesleges rongyrázást meg kell szüntetni, az irreálisan magas jövedelmeket le kell faragni. Tehát itt egy csomó dolgon változtatni kell, és én úgy gondolom, hogy a, az olimpia után, tehát ősszel, ugye 2016 őszén esetlegesen egy új sporttörvényel, mert a sporttörvény is az a helyzet, hogy egy olyan törvény, amit minden éve áramszor módosítanak, az nem jó. Tehát lassan már a sporttörvény ilyen jogszabály szörnyé változik. Tehát én úgy gondolom, hogy a sport irányítás szervezetében is végre kellene hajtani bizonyos változásokat. Mondom, én szerintem a sport államtitkárság hatáskörét növelni, a mobnál pedig szétválasztani és rákoncentrálni a mobot egy esetleges budapesti olimpiára, ami azért óriási feladat, tehát amellett azért erőt fordítani sportra, Jó, Jó, hogy szóba hozta. Tessék? Jó, hogy szóba hozta a budapesti olimpiát. Igen. Egyrészt ugye a fenntarthatóságból is következett volna a részemről ez a kérdés, hiszen az Agenda 2020, ami alapján mi úgy gondoljuk, hogy esélyünk van a, az olimpiai pályázaton, az ugye a fenntarthatóságot tekinti egy nagyon fontos dolognak, amiről ön beszélt, az viszont eddig ugye azt bizonyítja, hogy egyelőre a sportlétesítmények nem fenntarthatóak nálunk. Hát legalábbis egy jó részük nem. Hát azért nézze, a, a, beépül az iskolába egy, egy sportlétesítmény, vagy a, egy községbe azért lehetne hasznosítani, de abban igaza van, hogy jelen pillanatban ez nem megy, és előre látni lehetett, hát Dénes Ferencnek számos írására hivatkozhatok, hogy ugye az üzemeltetés az nem fog menni. Tehát, tehát ez... De minthogy ön is látta volna, hogy ez nem Én lesz igazán rendben, már az olimpiával kapcsolatban is, mert említette a Nemzeti Sport Tanácsot, amelynek a vezetője volt 2010-ig, és akkor meg is jelent egy állásfoglalásuk, hogy a 2020-as olimpiára való pályázatot azt nem támogatják. Hát ez nem teljesen így volt, hogy nem támogatjuk, csak azt mondtak, hogy a. Kellő feltételek nincsenek meg hozzá. Tehát hogy... <laughs> támogatják, hogyha egy egészen más hát, országban leszünk? Nézze, hogy? nincs olyan ember, ön is nyilván támogat egy Budapesti Olimpiát. Hát, hát hogy ne hát, hogyne támogatná? Itt az a kérdés, hogy, hogy megvannak-e hozzá a kellő feltételek. És mit gondolok 2024-es, most eltelt néhány év, ez már egy másik olimpia típus, mondják, ez már nem olyan mint amilyen előtte lett volna, négy évvel később rendeznénk. Hát ez a kérdés, nézze. itt az a kérdés, én úgy látom, hogy Budapestnek jelentős esélyei vannak, mégpedig én egy kicsit negatívan közelítem meg, ugye, hát, mert lényegében tulajdonképpen egyedül vagy másodmagosan maradunk, mert mint látja, ugye népszavazásokkal is azért szépen esnek ki a jelöltek, lást. Hamburgot, amit én például ideális helyszínek tartan. Én voltam vendégprofesszor Hamburgba, Hamburg erre nagyon alkalmas lenne, mert a terület megvan. Tehát, és ugye gondolja, Párizsba... hogy Róma is áldozatul eshet? Mert gondolja, hogy Róma is áldozatul eshet? Én úgy gondolom, hogy, van, szóval hogy hát is volt nem régen, ugye nem régen. Hát szóval volt olimpia, Párizsban ugye ez a merén, Londonban nem régen volt olimpia. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen Itt Los, Angeles nagyom, hogy néző, hogy lesz Los Angelesen hozzá. kívül Budapest ilyen kis olimpia szempontjából, pláne ha megengedik, hogy nem egy város, hanem esetlegesen több város, környék is. Tehát van, van esélyünk. A kérdés, a kérdés az, hogy, hogy ennek következtében, hogy van esélyünk, esetlegesen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ad-e annyi pénzügyi támogatást, hogy ez a kis ország ezt az olimpiát ténylegesen képes legyen megrendezni. És akkor ugye nyilvánvalóan még egy probléma van, mert most mondják ha a nobba, hogy kicsi olimpia, nem kell giga, de amikor oda kerülünk, hogy megrendezzük, akkor azért azt fogják mondani, hogy ez is kell, meg az is kell, meg amaz is kell. És utána van az, amit ön mond, én ugye éppen akkor voltam uh, Pekingben, meg Sydneyben, a olimpia után, amikor éppen bontották ezeket a létesítményeket. Tehát nagy kérdés, hogy utána hogyan lehet biztosítani ezeknek a fenntarthatóságát, és hát sok ember írja a közgazdasági szakirodalomban, hogy például a görög államválság, az államcsőd nagy mértékben az aténi olimpiának a következménye. Tehát itt ilyen típusú kockátok is vannak. Tehát ezeket éppen ezért van az idő, azért 2017-ig, amikor egyáltalán eldől a pályázat, addig van idő, ezt meg kell fontolni, és ha, ha esetlegesen megkapjuk az olimpia rendezést, amire én azért 10%-nál több esélyt nem látok, akkor, aztán tényleg össze kell szednünk mindent, ami van, és nem szabad ö, olyan helyzetbe hozni az országot, hogy ebbe belebukjon. De Olimpiát mindenki ugye, szívesen rendezne. Én valószínűleg 2024-ben már nem fogok élni, tehát nekem már mondjuk, hogy nem lesz személyes élményem rajta, de hát azért ez egy régi vágy. Ha emlékszik rá, a 30-as években felbukkant. Aztán ugye 1960-ban is Budapest felbukkant, egy ilyen égi vágy. És ez de eddig egy erre sem sikerült. Nem sikerült, mert hát hát azért nézzek, mikor olimpiák voltak. Hát hol tudnánk mi egy Pekinghez, egy Sydneyhez hasonló olimpiát, vagy Rio de Janeiro, ugye, hát mekkora területek vannak ott, micsoda óriási tőke van ott, ami nekünk nincs. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon merész és kicsit a mi lehetőségeinket meghaladó vállalkozás, de én úgy gondolom, hogy hogyha lenne népszavazás a budapesti olimpiáról, amit egyébként én helyesnek tartanék, ha ilyen lenne, azért a lakosság többsége ezt megszavazná, mert ez gondolom én hát persze ki tudja, hogy mi lenne ennek az eredménye. Azért a Hamburgban is minimális különbség volt a, a pártolók és a, az ellenzők között. Így van. Nagyon nem sajnálom, tudom. a jégkorongról nem is tudtunk beszélni, és az időnk az A jégkorong pedig... a legfontosabb. <laughs> akkor egyszer majd arról is beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. És hát mondjuk a népszavazást is szóba hoztam, ma, ami egy aktuális téma volt a magyar közéletben. Mi pedig pillanatokon belül folytatjuk egészen mással. Most a kvótákról lesz szó és vívásról.